A Támfivérek értelmiségi kör oktatói-kutatói szakcsoportja fontosnak tartja az olvasás megszerettetését és az olvasóvá nevelést. Ezért idén is a gyermekirodalom felé fordulva újabb kreatív és informatív programokkal készültek. Elsőként Bosnyák Viktória a Sirály a király című könyvével ismerkedhettek meg a programban résztvevő tanulók. A Zdravko Glozsánszki általános iskola második osztályos tanulóinak bevonásával történik egy helyesírás gyakorlásra összpontosító szakmai előadás, aminek a célpontjában a gyermekirodalom áll, többek között Bosnyák Viktória írónő írásai, akik a meseregények világába kalauzolják el a gyerekeket, és oly módon, hogy segítik eközben a helyesírásuk javítását, a helyesírási fortélyok elsajátítását. A magyarországi Olvas El elnevezésű online olvasói vetélkedőn a csapatoknak egy év alatt három irodalmi művel kell megismerkedniük. Mindenki jelentkezhet, aki 4.-5. osztályos, kell hozzá egy felkészítő tanár, akinek a nevéhez tartozik egy e-mail cím. Kell egy 4 fős csapat, abból szerencsés, ha minél több szeret olvasni, de hogyha esetleg valaki nem szeret annyira olvasni, de jól rajzol például, az is nagyon fontos, hiszen mindig van kreatív feladat. Tehát a fantázia név, az e-mail cím a felkészítő tanár és az iskola nevét kell elküldeni egy adott e-mail címre, ami a felhíváson olvasható, kap egy visszajelzést, hogy fogadtuk, és ahogy lejár a határidő október 8-án, másnap már megy az első forduló. A vetélkedőre szívesen várják a határon túli csapatok jelentkezését is.